Idén első alkalommal szervezték meg Dabason a Liget Fesztivált. Az újszülöttek ligetéhez kapcsolódó kezdeményezés valódi fesztivál élménnyel kezdődött, ahol mindenki talált magának programot. A városban folyamatosan nő a népesség, 2000 óta 2020 volt a rekordív, akkor született a legtöbb gyermek a városban. Szép vasárnap délután van, és tegnap meg nagyon szép szombat este volt Dabason, hiszen volt a Rétes utca fesztivál, és rögtön egy másik nap egy gyönyörű, mondjuk az, hogy családi vasárnap köszöntött Dabasra, hiszen az hajdani és a mostani újszülötteket, az új dabasi polgárokat ünnepli a város. 20 évvel ezelőtt kezdődött az az akció Dabason, hogy az újszülöttek, ünneplésére egy-egy fát ültessenek a városban. Kezdetben ez valóban csak egy-egy fa volt, jelképesen, majd a következő években minden újszülött kapott egy emlékfát. Ebből aztán az sült ki, hogy Dabas gyakorlatilag erdősít, és gyönyörű ligetek jöttek létre, és az, hogy ez 20 éve történik, ennek a, az eseménynek a kapcsán van tulajdonképpen jubileumi évfordulói dabason, egy családi délután, egy uh, itt a romantikus Sáricsati parton remélem mindenki jól érzi majd magát. Több helyen van olyan, ahol köszöntik az újszülötteket. Több település indított uh, tulajdonképpen helyi életprogramot, ami azt jelenti, hogy minden korosztályt valamilyen módon támogatnak, babacsomaggal az újszülötteket, és köszönti a polgármester a, a, az új helyi polgárokat, az iskolások kapnak több településen támogatást, sőt olyan is van, ahol a idősek, a szépkorúak kapnak valamilyen támogatást, tehát az újszülöttektől, a diáköztöndíjakon keresztül egészen az idős korig többféle támogatás létezik, de itt Dabason a családok évében ez az egyik legnagyszabású ak akció, amikor is a, az új dabasi polgárokat ünnepeljük. Itt a mögöttünk lévő táblán ez látszik, hogy ez megközelíti minden évben a kétszázat, vagy meg is haladja, és ez azt jelenti, hogy az elmúlt húsz évben négyezer gyermek született Dabason. Annak örülünk talán leginkább, és polgármester úr is talán annak örül leginkább, vagy a város vezetői, hogyha ezek a fiatalok itt is maradnak ebben a városban. És Dabas egy fiatalos, élhető város, nincs messze a fővárostól, de mégis kellőképpen távol van ahhoz, hogy ez egy kellemes vidéki élet legyen. Mégis van itt egy olyan Kisvárosi hangulat és kisvárosi szolgáltatás, ami tényleg városi színvonalú életet is képes biztosítani, azon túl, hogy azért itt megvan még a csend, a jó levegő, a vidéki életforma, és visszatérve a, a népesedésre, az mindenféleképpen, örömteli, hogy országos szinten is a népesség fogyást sikerült megállítanunk. Hadd ne soroljam fel azt a rengeteg családtámogatást, a különböző elemeit, a babaváró, a csok, az újra három éves gyed, gyedrendszer, a nagycsaládosok autója, a négy gyermekes családanyáknak az SZIA adó mentessége, a születendő gyermekek után a jelzálogból való törlés, a diákhiteleknek az elengedése, tehát rengeteg olyan tényező van, ami a fiatal gyermeket vállaló családokat segíti, és ez a jövő esztendőben még Plusz 380 milliárdot jelent a magyar költségvetésben. Egymillió családot fog érinteni az, hogy az idei esztendőben befizetett személyi jövedelemadót, a kedvezményeken túl befizetett személyi jövedelemadót vissza fogják kapni abban az esetben, ha év végére elérjük az 5,5 százalékos gazdasági növekedést, amire jó esély van. Tehát a magyar kormány e, Európában tulajdonképpen e, a legnagyobb színvonalon támogatja a gyermekeket, nevelő családokat, és ez így helyes. Nem olyan régen Dabasáriban átadtunk egy, egy mini bölcsödét. Ben van újabb pályázat a Dabasvárosnak még egy mini bölcsödére. Ez a Volt Klébercberg tankerületi központnak a épületére szól ez a pályázat, és hamarosan itt ősszel átadásra kerül a legújabb és legnagyobb bölcsöde Dabason. És valóban óvodafejlesztések is zajlottak, elsősorban felújítások, és ősszel szeptember 1-én reggel 8-kor a, a tanévnyitó ünnepség keretében pedig átadhatjuk a Dabas Gyóni általános iskolának a, a több tanteremmel való bővítését. Tehát intézményrendszerben bírjuk követni, jól jó esik ezt kimondani, bírjuk követni a növekvő gyermeklétszámot. A fesztivál szervezői pályázaton nyerték a lehetőséget, hogy ilyen nagy volumenű rendezvényt hozhassanak létre. Ez egy pályázaton nyert uh, rendezvény, ezt mindenképpen szeretném elmondani. Líder pályázaton nyertük, még 2018-ban nyerte meg az önkormányzat. És akkor mi még nem is dolgoztunk itt Dórával a kabinettirodán, hanem utána jöttünk, és ezt megörököltük. Ugye a COVID miatt nem tudtuk megtartani, sajnos 2019-ben, amikor meg kellett volna, és ezért tartjuk meg uh, most, idén, 2021-ben. Úgyhogy azzal a reménye jöttünk ide, hogy nagyon sokan lesznek, sok gyereket várunk, sok családot várunk, nyilván ez a rendezvény, mint amit takar is a Néva Liget Fesztivál, az új szülötteknek szól, de ezt úgy kell érteni, hogy 2000-től született gyerekeknek, tehát ma már ők 20 évesek, hiszen 20 éve kezdtünk el fákat ültetni az új szülötteknek, itt Dabason, és, és már neki kiszól a rendezvény, úgyhogy a délután folyamán készültünk a kisebbeknek, családi programokkal, és az estére pedig már a kicsit idősebbeknek, ott pedig a Horváth Tamás koncerttel, és utána pedig a magyar norbiék fogják nekünk itt szolgáltatni a zenét este. Ez alkalommal nem csak a szórakozásé volt a főszerep, hanem emlékoszlopokat avattak, amelyek az adott évben született gyermekek nevéhez navigálják az érdeklődőket a városi honlapon. Ligetvári Istvánék tervezték, Ligetvári Dorottya is István tervezték. Az tény, hogy volt egy alapötletem, Uh, amit így gyúrtunk már egy ideje Istvánnékkal, és akkor ezt ők megtervezték, kivitelezték. Ugye az a baj, hogy ezek a, ezek a táblák itt kint vannak, még kint hagytuk azokat, amiket nem cseréltünk le, ezeket nagyon megviselte az időjárás, kiszívta a nap, ugye UV, eső, szél, minden érte őket, és ezeket fogjuk most lecserélgetni ezeket az időt álló fém ö, emlékhelyekre. Ezekre fog kerülni egy kis QR kód, a QR kód fel fogja vinni a, az itt járókat, itt, ö, sétálókat a városi honlapra, és ott ugyanúgy meg lehet tekinteni a neveket. Ugye nagyon sokszor van az, hogy a, a általában a védőnöktől kapjuk meg a neveket, és van benne hiba. Így, 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 nem lesz probléma ugye javítani a weboldalon keresztül, és kikerült egy információs tábla is, hogy mi is ez az újszülöttek ligete, hogyan kapcsolódik bele a magyar zarándokútba, a Szent Jakab, tehát hogy ez egy ilyen, egy kis lüktető kis közösséget szeretnénk ide, egy ligetet, tehát hogy tényleg legyen ez a liget élő, legyen az újszülöttek és már azok, akik már nem is annyira újszülöttek, hiszen most már 20-21 évesek az első srácok, lányok, akiknek itt fát ültettünk. A műsor egyik eleme volt a min Baba bemutató, amelynek keretében az édesanyák a hátukra véve táncolnak a kicsikkel. Dabason évek óta működik a csoport Ador Jániza vezetésével, aki ő maga is több gyermekes édesanyja, így több fát is magukénak tudhat aligetben. Nagyon kedves gesztusnak tartom ezt a város részéről, hogy amikor egy új élet érkezik a, a városba, akkor úgymond egy fát kapunk és együtt ültetjük el, és szimbolik úgy úgymond népesítjük a gyermekünkkel a, ugye a városnak a lakosságát és a, a, fával meg a most már ligetet, ha lehet így, így nevezni. Én úgymond rendszeresen járok ki, nem a fák miatt, hanem egyéb programok keretében, de olyankor mindig megnézzük, hogy kinek merre van a fája, meg, meg kicsit ott megsimogatjuk a táblánkat. Meg szoktunk mondani, most már valamelyikük tud olvasni, és akkor megkeressük a nevét a táblán, illetve megkeressük a fájukat is, és így hát ilyen örömmel tölti el. Viszont nekünk otthon a, a saját gyümölcsösünkben is van, ami ami saját, saját fa, és az is egy ilyen kis kedves gesztus, hogy na, ez az én fám. A közös tornakikapcsolódás is az anyukáknak szülés után így újra hozzászoknak a közösséghez. Amellett, hogy hogy arra tanítja meg az anyukát így tudatlanul is, hogy hogy kell kimozdulni anyukával a szülés után, amellett egy olyat, olyat is ad neki, hogy társaságban van, társaságban van egy, egy szociális közeg, bocsánat, csak keresnek a mamimba vásányukák, egy szociális közeg nem csak anyukának, hanem babának is. Emellett ugye a, a ritmusérzék, a, a zene, a tánc, mozgás. Nagyon sokan azt hiszik, hogy egy ilyen kis tingli-tangliról van szó, még a férjem is így hívja. Viszont azért rendesen leizzadunk az óra végére, főleg, hogy ugye az 5-6 és plusz kiló van a hátunkon, tehát a gyermekkel a háton, háton táncolunk. Emellett a gyermekeknek Idegrendszeri fejlődést eredményez elő a, a ringó mozgó ringó mozgás, amit, amit a hátunkon kapnak, és, és ugye mellette a zene, a ritmus, amit még, még pluszba hozzátené. A rendezvényre véletlenül bukkantak rá budapesti vendégek. A rétesházat célozták meg, azonban zárva találták, így valószínűleg újra ellátogatnak a városba. A tanúsvényt szerettük volna megnézni, gondoltuk, hogy nem ülünk otthon ebben a jó időben, eljöttünk ide, és aztán véletlenül csöppentünk ebbe a rendezvénybe. Nagyon-nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk, nagyon tetszik. Hallottunk már ilyenről, hogy rózsát ültetnek, máshol is fákat, és ez nagyon jó. Mert a rétesház nem volt nyitva, és akkor beszéltük, hogy valamikor vissza kéne jönni, amikor nyitva is van, és meg tudjuk kóstolni a réteseket.